Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés és elsősorban tisztelt kormánypárti képviselőtársaim! Szerintem önöknek fogalma sincs, mit fog Orbán Viktor tenni jövő héten. Ugye igazam van? Biztos vagyok abban, hogy gyakran a közvéleménnyel együtt értesülnek arról, hogy mit kell itt a parlamentben megszavazniuk. Velünk együtt csodálkoznak rá a miniszterelnöki rádióinterjúkra és a kormány info bejelentéseire. Közösen töprengünk azon, hogy Orbán Viktor népmesei hasonlataiból, meg Gulyás Gergely talányos válaszaiból vajon milyen törvénymódosítások fognak következni. Félre ne értsenek, én nem ítélem el, ha valakinek a képessége vagy ambíciója odáig terjed, hogy megmondják neki, hogy mikor és melyik gombot kell nyomkodni. De önök az országgal is ezt művelik, és ez sokkal nagyobb baj. Az elmúlt időszakban meghallgattuk többször is, hogy háborúk, veszélyek és bizonytalanság korszaka jön. Ha Ukrajnára, Kínára vagy a világ gazdaság átalakulására gondolok, akkor ez tény. Éppen ezért lenne jó, ha a magyar kormány nem fokozná, hanem csökkentené a magyar emberek bizonytalanságát. Az elmúlt évekre ugyanis a teljes kiszámíthatatlanság volt jellemző. Évente, néha évente többször is módosultak az adótörvények. Az emberek pénteken éjfélhez közeledve a magyar közlönyt frissítgették, ha meg akarták tudni, másnap kinyithatják-e a kávézójukat, vagy be tudnak-e menni másnap dolgozni felszolgálóként vagy szakácsként a pandémia idején. Hogy lesz-e hétfőn tanítás? Hogy hány jegyet adhatnak el a színházi előadásra? Néha teljes iparágakat államosítottak néhány hét alatt. A kiszámíthatóság az egyik legfontosabb konzervatív érték, kedves képviselőtársaim. Ehhez képest kapjuk Varga Mihály pénzügyminiszter homályos fenyegetőzését a meghallgatáson, hogy megszorítások lesznek a katás vállalkozóknál. Ez jelenleg több mint 400 ezer magyar kisvállalkozót érint. Többségük egyébként kisvállalkozó, tehát vízvezetékszerelő, ételfutár, szakfordító, fodrász. Önök először bevezettek egy 40%-os büntető adót a 3 millió forint feletti jövedelemrészre, majd lényegében csalóknak bélyegeztek meg 400 ezer magyar kisvállalkozót, most pedig lengetik Damoklész kardját a fejük felett. Aztán múlt héten meghallgattuk Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert arról, hogy magyar tulajdonú áruházláncok kellenének. Erről önök 12 éve beszélnek, de az egyetlen konkrét eredményük az, hogy a Fidesz mellett óriás plakátokon kampányoló CBA inkább elkezdte átnevezni az üzleteit. Épp csak a magyar minőségi kiskereskedelem megteremtéséért nem tettek önök semmit. Megint fenyegetnek egy 100 000-es munkavállalói tömeget, a külföldi tulajdonú áruházaknál dolgozókat. Azokat, kedves képviselőtársak, akiknek a gonosz multi jobb fizetést biztosít, mint önök a tanárainknak vagy az ápolóinknak. Fenyegetőznek, de nem tudjuk, mi fog történni. Megmarad a bolti dolgozók munkája és a fizetésük? Nem okoznak újabb élelmiszerárrobbanást? A magyar tulajdon jó dolog, nyilvánvalóan ezt mindannyian támogatjuk, de ennek árát ne a magyar emberekkel fizettessék meg, az a kérésünk. Nekik úgy hiányzik egy áremelés a kétszámjegyű infláció idején, mint Boldog Istvánnak az adóellenőrzés. Aztán meghallgattuk Rogán Antalt és Kocsis Mátét arról, hogy a titkos szolgálatokat civilek vegzálására és a háborús propaganda ellen kell bevetni. Utóbbi egyébként egy helyes cél, ezt én aláírom, azonban háborús propagandát, kedves képviselőtársak, jelenleg a fideszes média terjeszt orosz mintára és orosz sablonokból. Ajánlom figyelmükbe Tompos képviselőtársam folyamatosan frissülő gyűjteményét. Egyébként Márton az egy hős, mert önök és mi helyettünk is megnézi a köztévét, sajnos ezzel rögtön 50%-os extra nézettséget generálva a tévének. Hogy vallják be, önök sem nézik a saját tévéjüket. Tehát ha Rogán Antal és Kocsis Máté a fideszes propaganda ellen akar fellépni, akkor tegye nyugodtan, fura lesz lehallgatni egyébként saját magát, de az a gyanúm, hogy itt is az a cél, hogy a Fidesszel egyet nem értő magyarok bizonytalanságban éljenek. Tehát még hivatalba sem lépett az új magyar kormány, már is sikerült megfenyegetnie a kisvállalkozókat, a kiskereskedelemben dolgozókat és a magyar civileket. Ezzel szemben, kedves képviselőtársak, a jó kormányzásnak arról kell szólnia,
hogy kiszámítható, békés életet élhet minden törvénytisztelő polgár, legyen az bal vagy jobboldali, civil vagy közszolga, vállalkozó vagy alkalmazott. Köszönöm szépen!